Az elmúlt hónapokban a vártnál kedvezőben alakultak az inflációs adatok hazánkban. Az eredmények, az élelmiszerek és az üzemanyagok, árában is jól láthatók. A kormány több intézkedést is hozott az elmúlt időszakban a háború okozta áremelkedések megfékezésére, az infláció letörése érdekében. A Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön hozza nyilvánosságra a júliusi inflációs számokat, hogy mire lehet számítani, erről lesz szó a folytatásban. Sevestyén Gézával, a Matthias Korvinusz kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogy mitől lesz izgalmas a július, arra is rátérünk mindjárt, de előbb fussunk rá az év közepére. Nézzük meg, hogy ez az elmúlt fél év, ez mit hozott, milyen volt infláció szempontjából. A tavalyi évet mindannyian emlékszünk rá, a tavalyi évben azért eléggé magas inflációs mutatókat láttunk Magyarországon, illetve a régióban különösen. Ehhez képest... Ugye a célkütőzés az is volt tavaly, hogy ezt leszorítsuk, levigyük az infláció szintjét, és ez sikerült is, hiszen hogyha az idei évet nézzük, akkor minden egyes hónap, januártól egészen a legfrissebb június adatig az infláció értéke az benne van az MNB célsávjában, ami azt mondja, hogy 3% plusz-minusz 1% pont közötti értéket kell fölvennie az inflációnak, tehát gyakorlatilag elértük a, az árstabilitásnak az időszakát, az legutolsó szám az 3,7% volt, ahogy az elhangzott, ez valóban még alacsonyabb is volt annál, mint amit a piac, mint amit az elemzők vártak. Tehát nem csak, hogy jó inflációs adataink vannak, nem csak, hogy az mmb nek a, a szempontjából ezek megfelelő értékek, de még pozitív meglepetéseket is láthatunk, olyan szempontból pozitívat, hogy kisebb az infláció, kisebb az árnövekedés üteme, mint amire esetleg számítottunk korábban. Július 1-től vezette ki a kormány a kötelező akciózást. Itt azért van egy egybehangzó elemzői várakozás, hogy ez a görbe, ez meg fog indulni. Most júliusban fölfelé, mekkorát, milyen hatással lesz ez ön szerint az egész éves teljesítmény, mert talán azt érdemes nézni, év per év alapon nagyobb egységeket érdemes itt vizsgálni. De ez a július azért mindenképpen érdekes lesz. Mindenképpen érdekes lesz. Egyébként azt hozzátenném, ahogy ez elhangzott, hogy én is mondtam, meg a felvezetőben is elhangzott, hogy azért több lépése volt a gazdaságpolitikának, ami segítette, hogy az infláció jól alakuljon, és nem rég közöltem én is pont egy statisztikát ebben kapcsolatban, hogy a magyar fogyasztó fogyasztói kosárának a nagyjából 45 a érintik különböző intézkedések. Ugye nagyjából ilyen 5% körül van a fogyasztásunkon belül a benzinnek a súlya, amit ugye most a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a, a, a lépései céloznak meg csökkenteni, és sikerült és most már levinni az itthoni üzemanyagárakat, a régiós árak alá. Tehát ez egy ilyen terület. Élemszer az kb. 20-25% a fogyasztói kosarunknak. Ott valóban eddig volt a kötelező akciók, de megmaradt az online árfigyelő, ami szerintem sokba fogja segíteni azt, hogy továbbra is versenyképes áraink legyenek. Az elmúlt hónapokban már csökkenő élelmiszerárakat láttunk, és szerintem ez a trend, hogy az élelmiszerárak azok jók lesznek, nem fognak elszállni, megmaradnak egy versenyképes szinten, ez meg fog maradni, annak ellenére, hogy valóban nem lesz velünk a kötelező akcióknak a rendszere, és a harmadik terület az pedig a rezsi ö, csökkentés rendszere volt, az nagyjából 15%-et teszi ki az átlagos magyarnak a kiadásainak, és itt nagyon komoly segítség van. Tehát ha ezt mind összerakjuk, akkor azt gondolom, hogy nyilván a kötelező akció kivezetése az valamit változtathat a képen, egy minimális szinten, egy szűkett területen, de azért nyilván a termékeknek egy szűk része volt az, az akció az megjelent. Szerintem az online árfigyelőnek hatása sokkal jelentőbb egység teljesebb, hiszen az minden termék viszonylatában versenynek kényszeríti a kereskedelmi egységeket. Tehát szerintem az infláció szintje meg fog maradni ebben a sávban, továbbra is ott leszünk a 4%-os szint alatt. Lehet, hogy lesz kiszúrás ebből a sávból, lehet, hogy lesz egy olyan hónap, amikor egy picit rosszabb lesz az érték, de szerintem ez a következő hónapban a legfrissebb adat, ami most fog holnap kijönni, az, az még mindig jó lesz, és 4% alatti lesz. Tehát, ha jól értem, ugye Magyarország nem egy sziget, nem tud függetlenné válni a világpiaci folyamatoktól sem, a, a, a nyersanyagárak is ke kedvezőtlenül befolyásolhatnak egy-egy hónapot, és hát a, az ilyen rendkívüli intézkedések sem tarthatók fent örökké. Tehát ennek valamikor vége kell, hogy legyen. De van egy koncentráció, amely a rendszeres kiadásokat, a háztartások rendszeres kiadásait célozza. Ebben lehetne többet tenni ön szerint a kormánynak, vagy az az erőfeszítés, amit a amit ezekre a rendszeres kiadásokra fordít, hogy azok alacsonyan tarthatók legyenek az átlagfogyasztásban, ugye ezt hétköznapi néven rezsicsökkentésnek hívjuk, azok továbbra is megfelelőek. Nyilván mindig lehet valamennyivel többet tenni, de a rezsicsökkentés egy nagyon jó rendszer. Tehát pont most néztem meg a legfrissebb számokat, hogy hogy alakul a gáznak, az elektromos áramnak az ára az Európai Unión belül, és a magyar gáz és elektromos ára már az nem csak hogy a legkisebb, hanem például a gáznál a svéd árak azok több mint tízszeres magasabbak, tehát egy átlag svéd fogyasztó Tízszeres, több mint tízszeres számlát fizet a gázfogyasztása után, mint egy magyar, az elektromos eredmény, pedig a német árak, de még a cseh árak is egyébként négyszeresei a magyarnak, és a régió több országa is egyébként jóval magasabb árat fizet, mint mi. Tehát nagyon alacsony árakat fizetünk, de itt összekapcsolnám hogy nem csak az a célkitűzés van, és nem csak az a segítség van, hogy valóban le van csökkentve jelentősen, mind a gáznak, mind az áramnak az ára a piaci árakhoz képest, hanem emellett a magyar kormányzatnak rengeteg olyan intézkedése van, ami segíti azt, hogy csökkentsük is a fogyasztást, akár a szigetelésnek a felhelyezésével, akár a napelemeknek a beiktatásával. Tehát a fogyasztás csökkentése ugyanannyira fontos egyébként, és segíti az energiafüggetlenségünket, segíti azt, hogy fenntartóbb legyen a magyar energiarendszer, és ez garantálja azt is, hogy a rezsicsökkentés rendszer is fenntartóbb legyen, hiszen azért azt hozzá kell tenni, hogyha csak csökkentés van, és nem ösztönözzük fogyasztókat arra, hogy ők is azért takarékoskodjanak az energiával, hiába olcsó, hiába jó az ára, akkor ez egy fenntarthatatlan rendszert eredményez. A magyar rendszer így lesz fenntartható, hogy egyszerre van kedvezményes ár, és mellette ösztönző arra, és támogatás arra, hogy a fogyasztást csökkentsük. A gazdasági sajtó bizonyos részeiben, bizonyos szegmenseiben kifejezetten ilyen pánik cikkeket olvasni a fogyasztói kosár elmaradásáról, hogy nem, hogy nem fogyaszt eleget a, 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 hétköznapi vásárló, nem, nem vásárol, nem, nem hagyja ott a közérben a, az elegendő összeget. Mi az ön véleménye erről? Van-e van önben pánik ez ügyben? Pánik semmiképpen, sőt, inkább pozitív érzések vannak. Alapvetően azért azt tegyük hozzá, hogy miért van az, hogy bizonyos szereplők szerint egy magasabb fogyasztás jobb lenne. Ebbe is van egyébként ráció, hiszen egy magasabb fogyasztás, magasabb gazdasági teljesítményt jelent, magasabb GDP, növelhetnek a bérek, növekedhetnek a foglalkoztatási adatok, tehát nyilván ennek van pozitív hatása, növel egyébként az adóbevételeket is. A másik fel a történetnek, hogy Magyarországon nem azért volt, Relatíve nem olyan magas a fogyasztás, mint egy, amit korábban megszoktunk, mert rosszul alakultak volna a bérek. Pont a napokban néztem ezt is, hogy 2010 óta az egyfőre jövedelemnek az értéke nálunk nőtt a legtöbbet, több mint 70 volt, a második Lengyelország 55 kal a görögöknél csökkent 10 -zel. Tehát nagyon jó a dinamikája a bérnek Magyarországon, de nálunk nem elköltjük a bért jellemzően, hanem nagyon nagy részbe befektetik sokan, államkötvényvásárlás nagyon jelentős Magyarországon, illetve a hitel visszafizetések is jelentősek voltak. Tehát a magyarok egyébként szerintem teljesen pozitív módon csökkentették az adósodottságukat, visszafizették a hiteléket a jövedelmük növekedésének a terhére, és ezért a fogyasztásra maradó rész az kicsit kevesebb volt, mint egyébként, amit megszoktunk. De nem alacsony abszolút, tehát hogyha azt nézzük, hogy GDP-re mennyi a fogyasztása egy magyarnak, akkor pont közepén vagyunk az európai uniós spektrumnak. Nem is alacsony, nem is magas, egyébként mind a kettő rossz, hír, hiszen a magas fogyasztás általában eladósodottsággal jár, az alacsony pedig az tényleg rossz a gazdaságnak. Sebestyén Géza, a Matthias Korvinos kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője volt a vendégünk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.